és üdvözlök mindenkit szeretettel. Hát amikor egy olyan ideát vizsgálunk, ami formailag nyilvánvalóan egy adott tradíció, vagy egy adott vallásán lett hagyomány idea köréből származik, joggal vetődhet fel a kérdés, hogy a magyar nemzeti radikalizmusnak mi dolga van ezzel. Hát reményeim szerint be fogom tudni bizonyítani, hogy nagyon is van vele dolga. Olyan univerzális érvényű mondani valót és eszmeiséget hordoz, nem kizárólag ez természetesen, hanem minden olyan idea, amely univerzális jelentőségű, amelyet egy más forma keretei között, adott esetben egy más etnosz vagy nacionalitás keretei között is, abban a küldetésben, vagy abban a törekvésben, amit magunkénak tudunk, joggal és megfelelően tudunk hasznosítani. Amikor a tradíciók és a vallásállett tradíciók hátterében álló közös ideák lényegi jellemvonását próbáljuk meghatározni, akkor az egyik ilyen közös jelentőségű idea az a primordiális állapot, vagy ős eredeti állapot. Az ős eredeti állapot, amelyet tulajdonképpen minden küzdelem során, minden harc során, amit szorosabban a harcnak nevezünk, vagy minden erőfeszítés során restaurálni, helyre akarunk állítani. Tehát azt lehet mondani, hogy az ős eredeti állapot helyreállításáért folyik minden legitim küzdelem. Hogyha ennek az ős eredeti állapotnak a fenomenológiáját, hogy néz ez ki, hogyan kell elképzelni, akkor mindenek előtt azt kell magunk számára rögzíteni, hogy az őseredeti állapot egy képzeletbeli vertikum mentén a legmagasabb rendű állapotot jelenti. Ugye ebből azonnal adódik az, hogy mindennemű evolúcionizmust, vagy társadalmi politikai síkon ugye progresszionizmust, a haladás és a fejlődés elméleteit, azt messze menőkig száműzni kell a gondolatainknak a köréből. Tehát az ember nem alulról származik, a társadalmi rend sem alulról származik, tehát nem a szőrös majom, meg nem az egysejtű, és nem a nagy bum, meg az ilyen scientista mitológiák irányába kell keresnünk a primordiális állapotot, az őseredeti állapotot, ami ugye, amelyeknek ugye közös jellemzője, hogy valahonnan alulról származtatják az embert. Ugye kémiai, biológiai, evolúció, természetes szelekció, ismerjük, ezt mindenki gyakorlatilag hátógombolós kora óta hallgatja az óvodától az egyetemekig ezeket a mitológémákat. Ezek nagyon határozottan le kell szögezni, ki kell mondani, és fel kell ismernünk, hogy ezek a legmesszebb menőkig antitradicionális, vagyis hagyományellenes elképzelések körében fogant elgondolások. Az ős eredeti állapot a legmagasabb rendű állapot, és a jelenlegi ember és a jelenlegi emberi társadalom ehhez képest egy alászállott, sőt lassan azt mondhatjuk, hogy alázuhant állapotban van. A keresztény vallás terminológiai kifejezési körében ugye ez az ős eredeti állapot megfelel az édeni állapotnak, az édenkerti állapotnak. Az édeni ember, ugye Adam Harishon, a kezdetembere Adam Harishon, az valami olyasmi, ami evolúció révén alakul ki, és amihez képest a mai ember mondjuk valami fejlettebb létformát képvisel. Tehát ezekről szó sem lehet. Azoknak a számára, akik a tradíciás ideákat a maguk meg nem hamisított formájában akarják megérteni. Az ős eredeti állapot nagyon sok vonatkozásban vizsgálható, de az egyik legfontosabb, amit ezzel kapcsolatban ki kell mondanunk, az az, hogy a hatalommal és az uralommal függ össze. Azzal a hatalommal, ami elsősorban a tudat és a tudattal egybeeső világ feletti hatalom, és uralom, az uralomban tartott hatalom, amit például a mítosz szintjén azt fejezti, maradva az előző szimbolikánál, hogy Adam Harishon ugye király. A lét, a megtestesült és inkarnált világnak a királya. Ezt az uralmi állapotot az ember egy involúció és alászállás során elveszítette,
és az uralság és az uralatlanság kettős véglete között egy mélységesen más heteron erők által uralt állapotba került. Saját létének nem ura, és ami egyébként ugyanazt fejezi ki, saját tudatának nem ura. Egy alávetett, akár azt is mondhatjuk, hogy szolgai pozícióban van, önnön uralmi és hatalmi lehetőségeinek a teljessége vonatkozásában. Na most minden legitim harc és küzdelem ennek az uralmi állapotnak, ennek az uralmi totalitásnak a helyreállításáért kell, hogy folyjon. Ez természetesen a jelen világban negatív képzett társításokat kelthet, hiszen vannak olyan elgondolások, sokan birtokolják ezt, hogy a hatalom az abstart, valami gonosz dolog. Tehát, hogy aki a hatalomban van, vagy aki az uralmat birtokolja, az óhatatlanul valami gonosz dologgal függ össze. Nyilván ez abból következik, hogyha a jelenkorban körülnézünk magunk körül, akkor azok, akik a hatalmat tulajdonképpen egy uszurpáció illegitima, tehát egy törvénytelen bitorlás révén a kezükben tartják, és ha csak ezt vizsgáljuk, akkor itt valamilyen törvénytelen és negatív ideáknak a sora az, ami felrémlik bennünk. De az az uralom, és az a hatalom, amiről mi beszélünk tradicionális vonatkozásban, az nem ilyen. Tehát ez elsősorban a saját állapotok feletti uralommal függ össze, saját tudatállapotok és tudatfunkciók feletti uralommal és hatalommal, amiből egyébként minden világban megvalósuló törvényes hatalom is származik. Ez a hatalom, ez úgy is megnevezhető, hogy tulajdonképpen a rend, az egyensúly és a harmónia teljessége. A rend, az egyensúly és a harmónia teljesség az egy szóval maga a béke. Nem az álbéke, amit elsősorban a jelenkori világban tapasztalunk, tehát hogy éppen mondjuk nem bombáznak bennünket, vagy nem lőnek ránk, most már ezt is békének nevezik, hanem az, ami egy valódi renddel, egy valódi egyensúlyjal és egy valódi harmóniával függ össze. Ez a valódi béke. Tehát a harc, a legitim harc a béke helyreállításáért folyik, amit ilyen értelemben kell elsősorban elgondolnom. Minden más harci aktivitás, az tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy merő titanizmus. Tehát a titanizmust és a heroicitást, tehát a valódi hősies küzdelmet azt különbözteti meg, hogy a titán, a titáni ember vagy a titáni harcos, az tulajdonképpen maga, akár adott esetben magasrendű kvalitások bevetésével, de egy elhibázott cél érdekében küzd. Tehát ne, például nem a primordiális állapot helyreállításáért, hanem valami másért. Nem a létbeli béke helyreállításáért, de egyébként, hogyha azt mondjuk, hogy a primordiális, az őseredeti állapot, vagy az édeni állapot helyreállítása, akkor egyszerűen ugyanazt mondjuk, ha az időben, kvázi az időben nem visszatekintünk, hanem előre, akkor azt is mondhatjuk, hogy az új aranykornak az eljöveteléért, az új aranykor megteremtéséért küzd. Ugyanis a ciklusok tanában rejlő analógia értelmében az édeni állapot, vagy az elmúlt aranykor és az eljövendő aranykor az pontos analógiában áll egymással. A jelenkor azonban, ugye a ciklusok tanának vonatkozásában megjelenő jelenkor, az a sötétség kora. Vagy hogy Hésziódosz mondta a görög hagyományvonalán, hogy ez a vaskor, az nem olyasmi, amiben egy harmóniát, rendet és uraltságot tapasztalva az ember, mint egy megnyugodhatna. Tehát óhatatlan, hogy a harc és akár a háború, a legitim módon értelmezett háború, ideája az aktuálissá válik, és élesre kell állítani. Aki ismeri a ciklusok tanát, ugye a négy korszak tanát, aranykor, ezüstkor, érckor és vaskor tana, akkor azt lehet mondani, hogy a harc, mint idea, harc, mint valóság, már egészen az ezüstkorban megjelenik, hiszen a ksatriák, a harcos lovagok, mint kaszt, és a kaszt mögött álló valóság, mert ugye most az kaszt, és akkor megrémülnek. Tehát az a valóság, ami a kasztrendszer mögött állt, az tulajdonképpen
a primordiális kaszt vonatkozásában a ksatriák megjelenése, hogy ez az ezüstkorral függ össze. Mégpedig azért, mert az őseredeti állapot helyreállítása vonatkozásában már nem volt pusztán elég a szellemi aktivitás, ami ugye elsősorban a bráhmanák, vagyis a szellemi kaszt vonatkozásában merül fel, hanem bizonyos értelemben külső és belső, kettő egyébként magasabb szinten azonos, aktivitásra volt szükség, onnantól kezdve pedig a ciklusok alászállása vonatkozásában pedig egyre nagyobb aktivitásra, és egyre inkább a harciasság, és a hősiességé transformált harciasság megjelenése válik, ugye, illetve átélése válik elengedhetetlenné. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha úgy akarnánk megragadni, a célját vesztett, vagy a célját nem megfelelőképpen tisztázott aktivitás, az egy puszta merő horizontális aktivitás. Egy horizontalitás mentén bontakozik ki, ami azt jelenti például, hogy mondjuk ezt a poharat innen átteszem oda. Tulajdonképpen az emberi cselekvéseknek a döntő többsége ilyen. Nincs létrendi módosító hatása. Ilyen tulajdonképpen jövésmenés az egész. A valódi tettek, mondjuk ami egy igazi legitim harc során végbe megy, itt egy finom megkülönböztetést tehetünk ugye a cselekvés és a tett között, az viszont egy vertikum mentén való állapotmódosítást fejez ki. Tehát, hogy létrendileg és az uralom vonatkozásában én emelkedek. A legitim törvényes harc és aktivitás során, a valódi tettek során, én nem csak horizontális értelemben módosítgatom a létet, akinek ez a kifejezés mond valamit, nem csak egyszerűen a szanszárát babrálom, a létörvényben ilyen-olyan módosításokat hajtok végre, hanem egy vertikum mentén való emelkedés meg végre. Persze a vertikum mentén süllyedni is lehet természetesen, tehát lehetséges olyan aktivitás és olyan tudati beállítódottság, amelynek a során valaki éppenséggel süllyed, hanyatlik és süllyed. Ami konkrétan az iszlámot illeti, ugye az El-Fatihah, a beköszöntő, a Korán első szúrája, az pontosan erre utal, ugyanis az azt mondja, hogy vezess minket az egyenes úton. Az egyenes út ebben az esetben a egy vertikum értelmében az ég felé vezető út. Vezess minket az egyenes úton azokén, akik iránt kegyesnek mutatkoztál. Ne azokén, akiket a haragvásod sújt, ugye a harag azok az átkozottak, akik tulajdonképpen ennek a vertikumnak a mentén lefelé haladnak, azok a megátkozottak. És ne is azokén, amely a tévejgőké. A tévejgők pedig azok, akik egy horizontalitás mentén, tehát egy puszta evilágiságnak a síkján, ide-oda mennek, bolyonganak, gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy tévejegnek. Ez tulajdonképpen a Koránnak a foglalata, azért is ugye a beköszöntő nevet viseli. Most még itt, ahogy a bevezetőben elhangzott, itt nem az iszlám mellett akarok valami fajta kortes beszédet mondani. Abból indulunk ki ugye, hogy a vallások transzcendens egységét tételezzük. A vallások transzcendens egysége az azt jelenti, hogy nem vulgáris szinten mondjuk azt, mert ez itt tulajdonképpen nem igaz, hogy a vallások ugyanazt tanítják. Ez egy dilettáns megfogalmazás. A vallások formai szinten adott esetben szélsőségesen különböznek egymástól, viszont éppen transzcendens értelemben, tehát egy meghaladottság értelemében mi a meghaladottság? Az eredete és a célja. Tehát a valódi vallások valódi, meg nem hamisított eredete és célja az közös. A transzcendentális egység, ezért beszélünk róla. Ezt egyébként úgy lehet megérteni a hegy szimbolikája kapcsán. A hegyre számos ösvényen lehet feljutni. Számos ösvényen lehet megmászni. Tételezhetjük azt, hogy az ösvények végül is egy pontba konvergálnak, egy pontba futnak össze, és ilyen értelemben az ösvényeknek van egy transzcendentális egysége. De alacsonyabb síkon, tehát az elindulásnak a síkján, a völgyben, ahol az út kezdődik,
ugye, ott szélsőséges különbségek is lehetnek. Tehát minél alacsonyabban vagyunk ebben a vonatkozásban, annál nagyobbak a különbségek. De ahogy haladunk felfele ezen a képzeletbeli hegyen, egyrészt csökkennek a távolságok az adott esetben különböző ösvényeken haladók között, másrészt végül találkoznak. Tehát fel lehet vetni azt, hogy szükséges-e a hegymászóknak egymással beszélgetni. Szükséges-e a vallások hiteles képviselőinek egymással konzultációt folytatni. Vagy saját magam vonatkozásában szükségem van nekem, mondjuk keresztény katolikusként az iszlámot tanulmányozni. Hát lehet erre azt mondani, hogy nincs szükség. De én meg azt mondom, hogy szükség van rá. Mert az egyik hegymászó, amikor megosztja a másikkal azokat a tapasztalatokat, amiket azon az ösvényen szerzett, akkor azzal bizonyos módon segíteni fogja azon az ösvény. Tehát nem arról van szó, hogy gyere át erre az ösvényre és másszál tovább ezen. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy a tapasztalatokat és bizonyos doktrinális tanításbeli elemek ki lehet cserélni egymással, és ezzel a saját utunkat jobban meg tudjuk érteni. Tehát ennyit az, hogy miért foglalkozunk most az iszlámmal, mint mondjuk magyar nemzeti keresztények. Hát ezért. Tehát itt tágítani kell a nézőpontjainkat, és nem arról van szó, hogy fel kell venni az iszlámot, vagy ilyesmi, hiszen ez egy rendkívül kivételes lehetőség adott esetben azoknak, akiknek mondjuk ez a sorsa. De más ilyen intertradicionális párhuzamot hozva, van egy olyan buddhista megfogalmazás, egy nagyon intenzív szemléletet fejez ki, tehát hogy a szanszárában, a létörvényben, ami ugye a megnyilvánuló világ, amiben az ember hatalmi lehetőségei messze menőkig nem azok, amik megfelelnek az eredeti állapotnak. Tehát, hogy a szanszárában mindenütt háború van. Mindenütt háború dúl. És tulajdonképpen csak a nirvánában van béke. Na már most, ha a szanszárában háború dúl, akkor nekem részt kell vennem ebben a háborúban, mégpedig olyan értelemben, hogy ezt a háborút transformáljam, visszavezessem, vagy akár azt is mondhatjuk, hogy redukáljam az ős eredeti állapotba, a nirvánába, vagy a békébe, ami egyébként természetesen analóg a kereszténység édenkertjével. Egy irányba mutatnak ezek az ideák. Ahhoz azonban, hogy az ember a jelenkorban, ami egy rendkívül alászállott, és az elsötétedettség értelmében előre haladott állapot és világ, tudatállapot és világ, hiszen ez a lét és a tudat gyakorlatilag egybeesik legvégső értelemben. Tehát, hogy ebben az alászállott világban egyáltalán érdemben el tudjuk kezdeni a küzdelmet, vagy akár azt is mondhatjuk, hogy a háborút, vagy a harcot, ahhoz előzetesen önkorrektifikációkra, tehát önkiigazításokra van szükség, elsősorban a szemlélet vonatkozásában. A jelenkori ember szemléleti vonatkozásban mélységesen megbetegedett állapotban van. Azt is lehet mondani, hogy egy mélységes pneumatosisban szenved. Azt jelenti, hogy pneuma ugye azt jelenti, hogy szellem görögül, szellemi megbetegedettségben szenved. Miben jelenik ez meg elsősorban? Abban, hogy degenerált szemléleteket vall magának, egy, kettő pedig, hogy inkoherens nézeteket vall. Inkoherens, vagyis nem függenek össze a nézetek, nem következnek, nem állnak össze egy koherenciába. Ebből a lélek megbetegedése következik, egy pszichózis, és abból pedig már legsúlyosabb szinten egy szomatózis, vagyis a test megbetegedése. Ugye a Kali Yuga, a sötétség korszaka az, amikor tulajdonképpen egyre inkább minden ember gyakorlatilag folyamatosan beteg, kisebb-nagyobb mértékben. És az abból következik, hogy a szelleme meg van betegedve. Na most ahhoz, hogy ezt az aktivitást, amiről beszélni akarunk, a dzsihád vonatkozásában, ami ugye vagy szent háborúnak, vagy szent küzdelemnek nevezünk, hogy egyáltalán ezt érdembe fel tudjuk vetni, előzetesen önkiigazításokra van szükség a szemlélet vonatkozásában. Tehát a mai ember, az még ha akar, vagy szeretne jót tenni, akkor sem tud. Nem tudja, hogy milyen irányba kell indulni, hiszen olyan szuggesszióknak a hatása alatt áll kisgyermekkora óta,
amelyet úgy lehetne kifejezni, hogy nem csak a perifériánál, egy képzeletbeli kör vonatkozásában, nem csak a perifériánál, tehát a kerületen, a centrumhoz képest, hanem még ráadásul ebből a perifériából kifelé, a semmi felé tekint, és afelé divergál. Tehát legelőször is meg kell fordítani az irányt, a periférián állásnak az irányát, és el kell kezdeni a centrum felé tájékozódni. És akkor, mikor már egyáltalán kijelölöm a megfelelő irányt, ami mindig a centrális, mi a centrális irány, az őseredeti állapot, az édenkerti állapot, az a centrális irány, ami hol van? Hol van? Önmagamban van. Önmagam tudatának a középpontja, és önmagam tudatállapotainak és tudatfunkcióinak a teljes uraltságával függ össze. Akkor vagyok az édenkerben, amikor az összes tudatfunkciómat és az összes tudatfolyamataimat maradéktalanul uralom. Tehát periférián megfordulni és a perifériáról elindulni befelé, a centrum felé. Aki harcművészettel foglalkozik, bizonyára ismeri a danok és a kiuknak a rendszerét, ami csodálatos, nem szokták ezt mondani, hogy csodálatos módon rávilágít erre, hogy miről van szó. Tehát ugye a kezdő az 10 kiúval indul, általában a 12, de mondjuk vegyünk egy alapesetet, 10 kiúval indul, és ahogy előre halad ezen az úton, ugye a kiúk száma csökken egészen nulláig, amikor ugye megszerezheti az első dan. Mit fejezesz ki? Azt, hogy tulajdonképpen a kezdeti szakaszban csak leépítésekre van szükség. Elmész oda harcolni, és tele vagy hülyeségekkel, akadályokkal, szemléleti, testi, akadályozó tényezőkkel, amelyeknek első, az út első során a kiiktatására, felszámolására van szükség. Ez fejezi ki a kiuknak a csökkenő sorrendje. Aztán elérkezik a nullára hosszú erőfeszítések után, és akkor lehet az első mesterfokozatot, az első dant megszerezni. Csodálatos módon korrespondencia van a keresztény teológiában is erre. Tehát ahhoz, hogy a mai ember jót tudjon cselekedni, vagyis felvegye a megfelelő irányt, ahhoz előzetesen egy megszentelő kegyelemre van szüksége. Ugyanis, mint mondtam, még ha akar, sem tud jót tenni. Mert rossz a szemlélete, rossz helyen áll a periférián, és ráadásul rossz felé tekint. Ezt kell először is megváltoztatni. Ugye a dzsihad, a harc. Hogy mennyire nem idegen ez a kereszténységtől, nyilván aki ismeri a Bibliát, azt tudja, maga Jézus mondja, hogy nem azért jöttem, hogy békét hozzak a földre, hanem azért jöttem, hogy fegyvert. Tehát szó sincs arról, egyetlen egy tradicionális univerzum keretein belül sem, hogy a jelenlegi alászállott, uralatlan, elsötétedett állapotban békéről kellene beszélni. Ezt fel kell számolni. De hát természetesen ilyen értelemben, ahogy megpróbálom itt most ezt megvilágítani. Tehát a tisztázatlan és valami fajta homályos késztetésekből származó jövésmenés és nyüzsgés ebben a vonatkozásban messze menőkig elégtelen. Valódi irányfelvétel és valódi aktivitásra van szükség. Ami magát a dzsihádnak az eszméjét illeti, ugye ezt a jelenkorban általában valami militarista iszlám, hogy robbantgatnak ott a vízén magukra szerelt öngyilkos meccet, valami ilyen ködös elképzeléseket vallom a mai ember ezzel kapcsolatban. Aminek az értelmezése kapcsán egyébként magán az iszlám világon belül is meglehetősen szélsőséges különbségek vannak, tehát mondjuk a militarista szunnita irányzatok némelyike azt mondja, hogy a dzsihád, a szent háború, az csak is a külvilágban folyik a külső ellenség ellen. Történetesen ott az iszlám ellenségei ellen, de ha kitágítjuk, akkor mondhatjuk ezt, hogy a tradicionalitás ellenségei ellen. A másik szélsőség az értelmezésben azt mondja, egyenesen azt mondja, hogy a dzsihád nem is háborút jelent, hanem egyszerűen erőfeszítést. Például a szúfik vallják ezt. Olyan megfogalmazások vannak, hogy a szent az a harcos, aki önmagában, önmaga ellen folytat háborút, azért, hogy a rendet, a egyensúlyt és a harmóniát helyreállítsa. De érdekes módon, és ez is nagyon megvilágító erejű, hogy amikor a középkorban
a lovagi úton lovagok egymással találkozva akár a legkeményebb háborút és küzdelmet folytatták egymás ellen, amilyet például a keresztes lovagok és az iszmaélit a szufi lovagok egymással, tehát hogy mondjuk nappal életre halálra megütköztek a síkon, este pedig mondjuk közös táborban barátian elbeszélgettek egymással. Tehát hogy van ez? Ugye ez a mai ember számára, aki a háborút csak úgy tudja elképzelni, hogy a másikat fizikailag meg kell semmisíteni, ki kell iktatni, tehát egy brutalitás értelmében. El sem tudja képzelni azt, hogy a háborúban álló felek egymással gyakorlatilag közös szent cél érdekében küzdenek. Mi ez a közös szent cél? Mint már mondtam, a primordiális, az őseredeti állapot helyreállítása, vagy ami ugyanaz, az eljövendő aranykor helyreállítása. Ez az idea ma gyakorlatilag kiveszett. A háborúnak olyan formáit éljük meg, hogy a levegőből bombákat haigálnak, fotel alakú szemüveges adminisztrátorok, akik bombákat vezettek. Tehát ez nyilvánvalóan nem olyan háború, amiben bármiféle szellemi lehetőségek megnyílhatnak, elsősorban a heroicitás tekintetében. Nyilván itt a szent is, mitől szent ez a háború, mitől szent a dzsihád? Attól szent, hogy nem a pusztítás és a másiknak a fizikai megsemmisítése az elsődleges célja, hanem az eredeti ontológiai helyzet helyreállítására törekszik. Ugye a maga a dzsihád kifejezés bizonyos hadiszokból származik, némelyek szerint. A hadiszok, azok a Korán követően a legfontosabb iratai az iszlám tradíciónak. Vannak olyan gyűjtemények, amelyek különböző témák alapján tartalmaznak vannak olyan hadiszok, amelyekben a dzsihaddal kapcsolatos beszámolók vannak. Érdekes módon például a Bukhari féle hadisz gyűjteményben, amit a leghitelesebbnek neveznek, abban a dzsihád kizárólag a meg nem különböztetés értelmében jelenik meg. Tehát nem különül el a kis és a nagy szent háború. Tehát ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy egy eredeti primordiális szemléletben még nincs szükség, nem különül el olyan élesen a külső és a belső világ. Ezt viszont ma pontosan tradicionális megközelítésből feltétlenül el kell különíteni. Miért? Hát még egyszer mondom, azért, mert a mai ember nem tud a külső világban azonnal megfelelő aktivitásba kezdeni. Azt se tudja, hogy mi a cél, amit meg kellene valósítani. Azt se tudja, mi az irány, amiben el kellene indulnia. Tehát előzetesen, és ezt fejezi ki a nagy szent háború ideája, előzetesen önmagában, bensőleg kell helyreállítási műveleteket végrehajtania. Ugye arra megy vissza a dzsihád eszméje, a prófétának arra a mondására, Muhammad prófétának arra a mondására, hogy most visszatértünk a kis szent háborúból, amit a történetesen egy háború formájába vívtak az iszlám ellenségei ellen. Visszatértünk a kis szent háborúba, hogy most a nagy szent háborút folytassuk, ami önmagunkban a belső sötétség ellen folyik. Ez nem hadisz, ez egy 11. századi feljegyzés, amit egy al-Baghdadi nevű szerző jegyzett le, de ez most végül is nem tartozik a lényeghez, az eszmei lényeghez. Tehát a jelenkorban még sajátosan azt is fel lehet vetni, hogy a kis és a nagy relációja megfordul, hiszen még egyszer mondom, külső aktivitást folytatni, önmagamban végzett benső rendbetételek, autokorrektifikáció, tehát önhelyreigazítási lépések nélkül óhatatlanul eltévedéshez vezet. Tulajdonképpen párhuzamosan kell folytatni, amikor a nagyvonalú tisztázások végbe mennek, ami elsősorban egy noétikus aszkézis, tehát egy megismerés elméleti gyakorlás magyarul. Megismerés elméleti gyakorlás, például olvasok. Tájékozódok a megfelelő irányokba, és amikor ez a megfelelő irány megvan, akkor felveszem az adekvát, a megfelelő aktivitás irányát. Nagyon szépen fejezik egyébként Cervantes a Don Quixote-be, ugye, ahol a lovag éveken vagy talán évtizedeken át lovagregényeket olvas, noétikus aszkézis. Aztán azt mondja, most már elég volt az olvasásból, és akkor felnyergeli a lovát, és akkor megindul.
adott esetben a szélmalmok ellen, tehát most itt nem ezen van a hangsúly. De hogy a belső harc megelőzi a külsőt a jelenkori világban. A belső harc, ami még egyszer mondom, legelőször is a tökéletlen, sőt degenerált, sőt ostoba nézeteknek a írtó hadjáratszerű felszámolását jelenti. Ez háború, amit az ember önmagában folytat, a hülyeség felszámolásáért érdekében. Olyanok, hogy involúció, evolúció vonatkozásában tisztázom, hogy nincsen semmiféle fejlődés, hogy a demokrácia-monarchia viszonylatában a demokrácia mekkora ostobaság. Tehát ilyen elemi dolgokat tisztázok önmagamban, és ebből következnek aztán a következő lépések. Mert ha tovább megyünk ezen az úton, a fejtegetés útján, akkor azt is ki kell mondanunk, hogy a dolgot nem pusztán fejben kell helyreállítani. Tehát nem arról van szó, és ez nem kívül lényeges, nem arról van szó, hogy az inadekvát, tökéletlen nézeteket ugyanazon a létrendi síkon kicseréljük kvázi adekvátakra, megfelelőekre. Ez mondjuk több, mint a semmi, de nem elegendő. Tehát kétségtelenül az ostobaságot ki kell cserélni normális szemléletre, amit ugye a tradicionális megismerés jelöl ki, de ez nem elegendő. Tehát úgy a tudati éberségnek és a tudatfunkciók vitalitásának ugyanaz a leesett szintjén hiába cserélni ki valaki azokat a szemléletbeli elemeket, ami például mondjuk még egyszer az előző példánál, hogy most fejlődés van vagy hanyatlás, ez nem elegendő, hanem a tudatfunkciók vitalitását kell helyreállítani. Melyek ezek a tudatfunkciók? Ezek a tudatfunkciók ugye elsősorban is a gondolkozás, az érzés, az érzésvilág, az érzelemvilág, és legmagasabb szinten pedig az akarat, az akarás. Ha most ezt röviden sorra vesszük, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy az akarat az egy olyan tudatfunkció, amivel mondjuk ilyen értelembe véve műveleteket nem nagyon tudunk végrehajtani. Miért nem tud akarati műveleteket végrehajtani? Azért nem tud, mert tulajdonképpen akarati vonatkozásban uralma alatt alig áll valami. Tehát például az áll akaratilag a lehetőségeinek a köréből, hogy mondjuk egy tárgyat arrébb tegyen. Ezt tudja akarni a mai ember. De azt annyira nem tudja akarni, hogy ez hozzányúlás nélkül felemelkedjen ez a pohár, és mondjuk így ellebegjen ebben a teremben, azt se tudja, hogy hogy kezdjen hozzá. Micsit szorítsa össze magad, szóval hogy kezdjen neki ennek. Nem tud ilyen nagyságrendű dolgokat akarni. Vagy hogy mondjuk a napsütés helyett hűvös idő legyen. Ezek tudatfunkciókban végbe menő kvázi történések. Tudatban végbe menő történések, amelyeknek helyre lehet állítani az uralmi vonatkozásait, természetesen a saját magam vonatkozásait, mindig így felvetve. Tehát az akarással a legkevésbé lehet kezdeni, de nagyon nagyfokú elveszítettség jellemzi az érzelmek világát is. Olyadik, hogy két külön kifejezést kell használnunk, az egyik a sensus, az érzés, a másik pedig az emocionalitás. Tehát a mai ember tulajdonképpen emocionális megbetegedettség állapotában. Mit jelent az emóció? Az az emóvere, hogy kibillenti, tehát a tudatában megjelennek érzelmek, emóciók, és azok gyakorlatilag korlátlanul uralják őt. Bármire rá képesek venni. Mondjuk gondoljunk a fájdalomra, akár egy fejfájás, hogy megjelenik ott abban a pillanatban, az egész tudatot eluralja, ez semmi másra nem képes az illető, csak arra, hogy elszenvedje ezt a fájdalmat. De más, kisebb ilyen úgynevezett saktik, tehát ilyen erőként megjelenő érzelmek is tomboló erővel lépnek fel a tudatban, tehát például ilyen a gyűlölet. Tehát ugye azt tudjuk, hogy a gyűlölet megjelenik, azt nagyon kevesen képesek uralni. De még olyan érzelmek felett sem nagyon, amik pozitívak, tehát a szeretet vagy a boldogság érzését is alig-alig tudja felkelteni. Mondjuk akaratlagosan és autonóm módon az ember a saját tudatában. Bár kétségtelen rendkívül fontos az ezzel kapcsolatos aszkézis, a gyakorlás, hogy itt valamit azért tegyek, mert ez elviselhetetlen, ez az belső állapot, így. Igazából azt kell mondani, hogy amivel közvetlenül valamit lehet kezdeni, az a gondolkozás világa, azon belül az észlelés és a képzetalkotás világa.
hogy is gondolkozni, bár nem tud a mai ember úgy helyből, de azt mondjuk nagyjából meg tud tanulni. A jelenkori ember általános tudatállapotát, azt úgy lehet nevezni, nagyon találó kifejező, spontán asszociációk világában leledzik. Mi ez? Ahelyett, hogy gondolkozni és a gondolat feletti uralmat meg tudná valósítani, spontán módon asszociál. Megy a villamoson, lötyög, meglát egy nőt egy 23,5 cm-es szoknyába, akkor arról eszébe jut az, hogy ez meg ez de jó lenne, de a villamos befékez, beüti a fejét, akkor arról megint más jut eszébe. Szóval egy ilyen teljesen kiszolgáltatott állapotban van. Olyasmi, mint amikor majom ugrál a fán egyik fáról a másikra, és ő ezt gyakorlatilag elszenvedi. Semmilyen uralma nincs a saját állapotai felett. Azt viszont megteheti mindenki, legalábbis eddig, de aztán, hogy a hanyatlás meddig jut, az kérdéses. De a legutóbbi időkig az azért mindenkinek hatalmában állt, vagy majdnem mindenkinek a hatalmában állt, elvileg a hatalmában állt, hogy ezt megállítsa. És ezt a rendkívül kóros állapotot átváltsa legalábbis egy tematikus gondolkozással. Miért jó ez? Azért jó, mert a téma kijelölés révén, tehát hogy kijelölöm saját magam számára, hogy milyen témát fogok elgondolni, ott már uralomban vagyok. Átveszem az uralmat a saját tudati világom felett. Nagy szent háborúról beszélek most. Ez a nagy szent háború, ez egy háború, amit az ember önmagában vív. Átveszem az uralmat olyan erők felett, amelyek végső soron engem el akarnak pusztítani. Mert a spontán asszociációkban leledzik valaki egy fél életen át, akkor a másik fél életében is abba fog leledzeni, és megnézheti magát, hova fog az élete jutni. Szét kell nézni a világban, e vonatkozásban. Tehát először is akkor téma kijelöléssel az uralmat átveszem a gondolkozás, mint tudatfunkció felett. Ezt tovább lehet vinni ezt a háborús folyamatot olyan értelemben, hogyha ezt megvizsgálom, ezt a tematikus vagy diszkurzív gondolkozást, az a probléma vele még mindig uralmi vonatkozásban, hogy én, bár szabadon jelölöm ki a magam számára a témát, ennek még mindig alá vagyok vetve. Ugyanis ha a témát elveszítem, elveszítem saját tudati aktivitásomat is. Erre mondja Massimo Scaligero, hogy akkor jelölje ki az ember magának magát a gondolkozást, mint folyamatot témának. Ez a gondolkozó gondolkozás, amikor a gondolkozás saját maga témájául nem egy absztrakt témát választ, ugye szubjektum, akció, objektum, ott az objektum általi függés az sajnos elég erős, hanem az objektumot kiteszem, és gyakorlatilag az objektum maga az akció lesz. A gondolkozás lehet azt mondani, a saját életébe lép. És így tovább egészen odáig, hogy a gondolkozó saját maga állapotában, mint erőben időz. Átveszi a gondolkozást, mint tudatfunkció felett a hatalmat. Itt egy totális hatalmat valósít meg, ami a függés és az alászállás és elveszítődés értelmében egy győzelmet jelent, egy triumfálás. És ugyanez vonatkozik az érzelmek vonatkozásába, tehát hogy először is megpróbálom a leginkább tomboló és pusztítóként megjelenő érzelmeimet, mint egy megállítani és limitálni, tehát hogy ne legyek alávetve ennek. Mert a tradicionalitás mindig az uralommal függ össze. Aki alá van vetve valaminek, az tulajdonképpen rabszolga. És ebbe egy magasrendű ember nem egyezhet bele. Ezt meg kell szüntetni, ezt az állapotot. Már akinek természetesen vannak ilyetén szándékai saját magával kapcsolatban. Ez a nagy szent háború, nagyjából, felvillantásszerűen. Egyetem miről kellene itt gondolkozni, amikor nagy szent háborúról, vagyis al-dzsihadul ahmárról beszélünk. Al-dzsihadul ahmár, nagy szent háború. A másik vonatkozás pedig az al-dzsihadul asgár, a kis szent háború, ami a szorosabban vett külvilágban folyik, akkor, amikor ebben már jelentős eredményeket értem el. Mert koszos vízzel ugye nem lehet ruhát mosni. Tehát amíg én magam sem tudom, hogy mit kell tennem, magam sem tisztáztam a saját magam állapotait és a saját magam lényének a legfontosabb vonatkozásait, például önmagam és a lét viszonyát nem tisztáztam, addig mit akarok a világban csinálni? Hát akarni akarhatok, de hogy abból semmi pozitívum nem fog származni, az körülbelül bizonyos. A zavart viszont azt lehet primán növelni. A turbulenciákat azt lehet növelni.
Hát ezért lehet azt mondani, hogy aki a világban valami rendet akar csinálni, az előzetesen tegyen önmagában rendet. Tudatállapotaiban tegyen rendet, emóciói van a gondolkozás, emocionalitás, akarás. Meg például nem kell olyan messzire, mert nem kell mindjárt különféle politikusoknak jó tanácsokat adni, meg mit tudom, ilyen megváltásszerű gondolatokat hirdetni, hanem a saját familiáris életébe, saját családi életébe kicsit úgy körülnéz, és akkor tegyen először ott rendet. Aztán ott, hogyha már rend van, akkor esetleg a szűkek környezetébe körülnézhet, hogy na ott esetleg ezekből a leszűrt tapasztalatokból hogyan tudnám tovább építeni ezt a dolgot, és így tovább. Aki a világban rendet akar tenni, az először, ugye itt mozgalmi életről, meg nemzeti radikalizmusról, aktivitásról, ez az először magába tegyen rendet. Nagyon fontos elv. Egyébként a radikalizmus, így exkurzusszerűen megérzem, hogy a radikalizmus az egy olyan kifejezés, ami sokkal nagyobb idealitást hordoz, mint amit egyébként tulajdonítunk neki. Ugye a radix gyökérszó, azt jelenti a radikalizmus, ha nem módszerként, hanem célként értelmezünk, hogy visszatérni a gyökerekhez. Mondjuk nemzeti síkon, visszatérni a nemzet gyökeréhez, univerzális síkon pedig a lét gyökeréhez. És mi a lét gyökere? Az, amikor önmagam tudatállapotát és ezáltal a lét teljességét uralom. Ez a hatalom teljessége. Ez a radikalizmus valódi célja. Mert a nemzet is abból az állapotból származik, amikor a nemesek alkották a nemzetet, akik uralkodtak. Nem a gonosz módon elnyomva a jobbágyokat, meg a parasztot, nem erről van szó, ezek hülyeségek. Ezeket a kommunisták tanítgatták itt az embereknek. Az urak valamikor elsődlegesen saját magukon uralkodtak. Saját maguk tudatállapotán uralkodtak. És a jobbágynak meg a parasztnak az egy megváltás volt, hogy ott mellette élhetett. Hogy nem a saját tudati sötétségébe merült el, mint ahogy a jelenkori ember. Ebben a hatalmas szabadságban, ebben a liberális demokráciában. Ahol gyakorlatilag a szabadság azt jelenti, hogy a tomboló erejű külső erőknek, érzelmek, amit az előbb azért, mint tomboló saktik, mint tomboló erőknek a korlátlanul alávetettje, ösztönéletének, különböző tisztázatlan késztetéseknek, homályos törekvéseknek, hát ezt hozták ezek a dolgok. Csak szét kell nézni a világban. Tehát ha mi radikalizmusról beszélünk, akkor ezeket kell először megállítani, hol lehet, ez önmagunkban. Aki radikális, az itt legyen radikális, itt küzdjön hősiesen. És akkor annak meg lesz a külső világban is az eredménye, természetesen. Hogyha szorosabban még azért, nem tudom, van itt esetleg muszlim? Hogyha egy kicsit szorosabban az iszlám, mivel hogy a témánk azért valamelyes determinál ebben az irányban, ebben a vonatkozásban is akarunk valamit mondani, akkor azt lehet mondani, hogy ahogy a nagy szent háború és a kis szent háború kibontakozik, hogy az iszlámnak van 5 pillér. 5 tartó oszlopa, maga az iszlám azt jelenti, hogy együttműködés az isteni akarattal. Együttműködés az isteni akarattal, amivel egyébként mindenki együttműködik. Csak van, aki úrként és szabadon, van, aki rabszolgaként. Isteni akaratnak minden és mindenki alávetett, csak van, aki felismeri ezt saját akarataként, és akkor ezzel autonóm lényként működik együtt, meg van, aki nem ismeri fel, de akkor is együtt működik, csak akkor úgy, mint rabszolga működik együtt. Az iszlám 5 tartó pillére vonatkozásában megvizsgáljuk, hogy mi a dzsihád. Ugye az első a hitvallás. Hitvallás, la ilahu illallah. Nincs más Isten, csak Allah. Nincs más Isten, mint az abszolútum. Nincs más Isten, mint Isten. Az arab kaligráfiában egy kard alakú mondat, amikor ezt leírják. Egy
maga a legelső, a hitvallás, amikor megvallom, hogy nincs más Isten, csak Isten, az egy kard alakú képként jelenik meg. Mit jelent ez? Hogy kardszerűen kell küzdeni, kard kézbevételével kell küzdeni, a bálványimádás különböző formáján. Ugyanis aki nem az abszolútumot imádja, vagy nem az abszolútumot teszi, mert devocionálisan imádja, más mondjuk a heroikus aktivitás szintjén pedig célként kijelöli magának, az tulajdonképpen óhatatlanul bálványimádó. Mi a bálványimádás? A bálványimádás egészen pontosan meghatározva, amikor valaki valamilyen relatívumot abszolútizál. Valami relatív, mondjuk a pénzt imádja Istenként. Az egy relatívum. Az abszolútum az abszolútum. Ezt mondja ki tulajdonképpen a hitvallás. És Allah prófétája Muhammad. Az azt jelenti, hogyha egy kicsit ezen a formán túl lépünk, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen a hiteles hírvivő, hírhozó az önmagam irányában keresendő. Tehát itt a tévhitek és a jelenkori világban teljesen általános istenképbeli torzulásoknak a kiigazításáról van szó, mint legfontosabb feladatról. Hogy ne a relatívumot abszolutizáljuk. Ez egy kemény küzdelem egyébként, az Isten képnek a helyreállítása, mint legfontosabb és első lépés. Például az, hogy egyáltalán hol keresem Istent? Hogy Isten egy létező a létezők körében? Ugye ennek a legalacsonyabb vetülete az, hogy egy ilyen kaporszakálú úr a felhők tetején, aki ilyen kegyes gyárigazgatóként irányítgatja az embereknek a sorsát. Hogy könyörgünk, hogy édes Istenem, egy kis pénzt adjám, meg a nagyanyám beteg lett. Szóval ez lehet, hogy van ilyen lény, csak ez nem Isten. Ez nem Isten. Vannak nagyhatalmú entitások, démiurgoszok, angyalok, arkangyalok, de ez nem Isten. Azt lehet mondani, hogy aki nem önmagában, és nem önmagaként keresi Istent, az elvi értelemben sem fogja soha megtalálni. A külső Isten, ami valami létező a létező körében. Mindegy, hogy szubtilis vagy okkult, bárhogy gondolom el, de az mindenképpen a tudatnak egy tárgya lesz. Márpedig ami a tudat tárgya, az nem lehet Isten, bármilyen finom természetű. Nem akarok ezen a vonalon tovább menni, mert ez külön előadást érne meg, de ugye nagyon fontos. Az iszlám második pillérje az a ima. Ugye napi ötször ima, amivel megidézem az abszolútumot, az egy háborúnak a lehetőségét nyitja meg az aritmicitás világa ellen, az aritmicitás ellen például. Az antitradicionális sötétség egyik legnagyobb fegyvere az aritmicitás, tehát a ritmustalanság és az aritmikusság. Meg lehet figyelni. Az ember életében ilyen konszidereációkat végez, akkor rájön, hogy ez mennyire sötét valami. Ezért szeretik egyébként a rendszereket átalakítani, hogy bármilyen sötét mondjuk egy társadalmi rendszer, ha valami ritmust fel lehet benne fedezni, ki lehet alakítani vele szemben egy rezisztenciát, egy ellenállást. Ezért szeretik a legsötétebb erők, elsősorban a háttérből, állandóan átalakítgatni a rendszert, hogy semmi ne legyen kiszámítható. Semmi lényegi nem történik, tehát soha nem javítanak, csak legyen más. Hogy ne lehessen rá készülni, hogy aritmikus legyen. Éppen ez ugye nagyon fontos feladat, hogy az ember szintén a háború vonatkozásában elgondolva ritmusokat alakítson ki az életébe. Napi ritmusokat, heti ritmusokat, havi, éves ritmusokat. Ilyen az öt ima. És van még egy nagyon fontos jelentősége, hogy megállítani a szanszárai örvénylést. Tehát, hogy ez a jövés, ez az átkozott jövésmenés, ide jönnek, oda mennek, ezt csinálják, azt csinálják, hogy ezt megállítani naponta ötször, gondoljuk-e, mekkora dolog ez? Ami ugye Európából teljesen kiveszett mára,
mekkora időt megyek az autóval, megállok, mert ima. Mert újra abszolútummal kapcsolatba akarok lépni. Érdemes megvizsgálni mindenkinek saját magában, hogy naponta mennyit foglalkozik Istennel. Hányszor veti fel egyáltalán ezt a témát? És milyen intenzitással? Aztán pedig a halál pillanatában valami mennyországba szeretne jutni? Ugyan már. Hogyan? A legelemibb dolgokat nem teszi meg ennek a vonatkozásában. A következő, a harmadik pillér. Az alamizsna, keresztény nyelven, vagy az adakozás. Adakozás. A jelenkori, főleg nyugati ember úgy gondolja, hogy neki minden jár. Neki joga van minden, az, hogy, mint a kis gömböc a mesébe, hogy minden felzabáljon, minden az övé legyen. Nem csak fizikai értelemből, minél több pénz, minél több autó, minél nagyobb ház, ezt tudjuk, hogy az egész társadalom ebben a delíriumban szenved, de szellemi értelemben is. Hogy úgy halmozni, habzsolni befele a lelki javakat, meg a szellem, soha nem adni. Soha nem adni. Na ennek a soha nem adni hozzáállásnak a testi síkon a következménye a karcinoma, a rák. Korunk népbetegsége, az tulajdonképpen egy szubtilis szellemi síkon összefüggésbe hozható ezzel a mentalitással. Ugye mit csinál a rák? A rák metaforája ugye csodálatosan mutat, hogy mindent fel akar szabálni. Egy olyan sejt, ami korlátlanul és tekintet nélkül arra, hogy mi lesz ennek a következménye, egyébként reál magára nézve, mindent fel akar zabál, fel is zabál, magát is elpusztítva. Nem mérlegele tekintetbe. Hát ilyen a jelenlegi nyugati civilizáció és ilyen rákos búrjánzás. Tehát, hogy így mondjuk a középosztály Amerikába vagy Németországba jól éljen, mondjuk kiírtjuk a dél-amerikai őserdőket. Nem érdeke, messze van. Ezeket nem lehet következmények nélkül csinálni. A következő a böjt, a negyedik, amikor ugye látjuk, hogy hogy haladunk befelé, tehát azt mondom, hogy képes vagyok elválni dolgoktól, képes vagyok adni dolgokat. Ez az előadás például számomra egy ilyen alamizsna, hogy adok zakát. A böjt pedig ugye ennek az intenzifikálása, hogy azt mondom, hogy bensőleg is elhatárolódok a dolgoktól. Miért? Azért, hogy az abszolútumhoz közelebb kerüljek, hogy Istent realizáljam önmagamban. A böjtel az ember nem csak szellemileg tisztul, és ezáltal, vagy testileg tisztul, és ezáltal szellemi magasságokba emelkedik, az is nyilván ez is egy funkciója. De tulajdonképpen nem csak fizikai böjt van. Hát beszéltek valamikor a szem böjtjéről, kiterjesztve az érzékszervek böjtjéről. Hogy nem nézni, nem hallani, nem ízlelni, nem tapintani, nem szagolni. Miért? Azért, hogy ennek a centrumában álló valóságot ezáltal fel tudjam idézni, mi a centrumában álló valóság, az végső soron Isten. A böjt ilyen értelemben vezet Istenhez. Ez is egy háború. Próbálja ki bárki, hogy mit jelent, és akkor fogja tudni, hogy milyen ellenerők szegülnek ennek, hogy ezt végre tudjuk hajtani. És végül a hajj, a zarándoklat, mint ötödik pillér, ami ugye az iszlám univerzumban a mekkai zarándoklat elsősorban. Mi Mekka az iszlámban, az tulajdonképpen a világ középpontja. Most akkor azt mondjuk, hogy ott van a világ középpontja. Nem erről van szó. Az a világ középpontjának egy lehetséges szimbóluma, ami a iszlám világon belül természetesen abszolútnak jelenik meg. Erre mondta Suon, hogy a relatív abszolútum. Az iszlámban ez abszolút középpont, de annak az abszolút középpontnak a geográfiai megfelelője, ami végső soron bennem van, hiszen a centrum a tudatnak a centruma. Az odavaló visszatérés egy rituális út során, az nem turista út nyilvánvalóan, hogy majd jó bulizunk, meg élvezkedünk, meg mit tudom, meg mit csinálunk, hanem az egy kemény erőfeszítés, főleg, ha a belső rituális aktivitás kíséri. Amikor nem csak fizikailag térek vissza a világ középpontjába,
hanem szellemi értelemben önmagamban. És amikor elérek ilyen értelemben Mekkába, vagy keresztény vonatkozásban, esetben Rómába, és így tovább, akkor önmagam centrumába visszatérek. Ez az ötödik. Ez is egy háború tulajdonképpen, egy bensőleg vívható és vívandó háború. Végezetül, mert ebben a közel 35 fokban gondolom, hogy nem igazán könnyű ilyen ideákkal bensőleg participálódni. Még van egy ilyen fundamentális tévedés jelenkorban, amit persze bizonyos erők szuggerálnak és szeretnének valóság. Tehát nevezetesen az, hogy a jelenkori világban a kereszténység és az iszlám áll egymással háborúban. Afganisztán, Irak, Szíria, Egyipt, hogy itt a keresztények meg a muszlimok állnak egymással. Tehát szó nincs erről. Itt pedig azért nincs szó erről, mert a jelenkori nyugati világ nem keresztény. Tulajdonképpen a kereszténység vonalán akarnánk a jelenkori nyugati világ kivétel nélkül az összes országa, és tulajdonképpen az összes egyháza. Kivétel nélkül nem keresztény, hanem markánsan és erőteljesen antikrisztusi, sőt ellenkrisztusi. Azt lehet mondani, ha alaposabban akarjuk ezt minősíteni, nagyon sok vonatkozásban a jelenkori nyugati világ az ördögimádó. Ördögimádó, és ennek megvannak a társadalmi rendszerei tulajdonképpen, amit ugye kedves barátom, Érpatak polgármester az előző előadásában elég tegmásan részletezett. És ennek az ördögimádásnak megvannak a belső tudati megfelelői. Tehát erre azt mondod, hogy a kereszténység áll szemben az iszlámmal, hát az más kérdés, hogy az iszlám sincs in floribus, tehát az sincs a saját szellemi lehetőségeinek a magaslatán természetesen. De a konfliktus nem ilyen. Tehát a konfliktust meg akarjuk határozni, akkor azt kell mondani, hogy a jelenkori világban a valódi frontvonalat meg akarjuk határozni, mert rendkívül fontos. Akkor a valódi frontvonal a tradicionalitás és az antitradicionalitás. A hagyományhoz hű és a hagyomány ellenes erők között van. És mivel történetesen az iszlám világ az, amely még bizonyos reziduális, maradványszerű értékeket őriz a tradicionális világból, ezért az antitradicionális nyugat, aminek körülbelül az ellenkép értelmében van bármi köze a kereszténységhez, ez ellen fellép és ezt el akarja pusztítani. A Bush mondta, hogy ez a háború, amikor Irakot megtámadták, hogy ez nem az iszlám ellen folyik. Abból lehetett tudni, hogy az ellen folyik. Azért tudjuk, hogy mindig mindennek szóval legalább az ellenkezője, igaz? De már lassan ott járunk, hogy az ellenkezője sem. Tehát a hazudozás az olyan pandémikus, hogy nyilván ezzel tartják fent az uralmukat. Tehát legyártanak egy hamis valóságot a médiákon keresztül. Ez a szörnyű, amikor emberek milliói gyakorlatilag abban a delíriumban élnek, hogy ezt elhiszik. Még egy pontosítás, és akkor befejezem. Hogy amikor bizonyos muszlim hittudósok megvizsgálták a keresztény tanításokat, és nem megfelelő szintű képviselőkkel találkoztak, akkor azt látták, amikor mondjuk a Szentháromság tanát kifejtik, és ez vulgáris szinten a mai napig tulajdonképpen így jelenik meg, ugye az a vád érte a kereszténységet, hogy tulajdonképpen három Istent imádnak, az Atyát, a Fiút és a Szent Szellemet. Ezt tudjuk, hogy nem így van, tehát hogy itt valójában a Szentháromság formájában Isten az abszolútum verzionális arculatait ismeri fel a keresztény tradíció. De ezt ők ezt úgy interpretálták, mivel inadekvált, hamis módon volt kifejtve, hogy ez egy meghamisítás eredménye. Ugyanez vonatkozott arra, hogy Jézus Krisztus Isten fia. Ugye ez az iszlám szerint Istennek nincs fia, egyébként Jézus tisztelik, messze menőkig tisztelik, Iszá, ugye Jézus tisztelik. Csak nem Isten fiaként, hanem egy hatalmas profétaként, aki az igazság igazságról tett tanúbizonságot, és aki egyébként az idők végén eljön. És az ellentét nem ott van,
hogy ez most meghamisítás, vagy nem meghamisítás. Tehát nem ilyen értelemben antikrisztusi a ma jelenkori világ, hogy mondjuk hisz ugyan a Szent Háromságban, csak nem jól hisz, vagy olyasmiben hisz, hogy Jézus Isten fia, de hogy az nem úgy, tehát nem emiatt, hanem azért, mert en blokk totálisan megtagadta azt a jelenkori nyugati világ, totálisan és en blokk megtagadta azt, amit Jézus Krisztus valaha képviselt. Ezért antikrisztus, nem ilyen részletkérdések miatt. Ugyanis az tradíciás szempontból elhanyagolható jelentőségű, hogy mondjuk Istent egy szinguláris abszolútum formájában tételezzük, vagy olyanként tételezzük, amelynek van három verzionális arculata. Ez egy mellékes jelentőségű kérdés ahhoz, hogy egy világ tradicionális, vagy antitradicionális. Köszönöm a figyelmet.